Lesodródott az útról, és fának ütközött egy személygépkocsi füzes gyarmat és bucsa között. Az autóból a sofőr kiszállt, de később kiderült, súlyos sérüléseket szenvedett, ahogy a mellette ülő utas is. A hátsó ülésen utazóért mentő helikopter érkezett, de a 65 éves szekhalmi nő végül a helyszínen elhunyt. A 4206-os út érintett szakaszán teljes útzár volt érvényben.